Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, egy jönnek is Warframe, és jöjjön a pánik, úristen, nem lesz több Zenorik, Energy, Overflow és Narhamon, Shadow, Step. Nos, hát lássuk, hogyan alakulnak a Plains of Eldolon utáni események, vagyis, hogy mire számítsunk igazán, és ezután is köszönöm szépen Hunternek, aki egy nagyon jó összefoglalót csinált a Facebook csoportra, úgyhogy köszi Hunter, de egy kicsit szeretnék én is beszélgetni veletek a Uh, Plains of Eldalonról, illetve arról, hogy a fókusziskolák hogyan változnak meg, és hogy nem feltétlenül biztos, hogy szomorúnak kell lenni ebben. Nos, igen, tehát ugye mindannyian láttuk, a, esetleg aki nézte, az látta uh, a devstreamet, és ott ugye megkérdezte, hogy mi lesz most az Energy flow mi lesz most a shadowstep Shadow és akkor így el fognak szállni című történet, nem lesznek többet, nem kell pánikolni azért, um, a Warframe ez egy olyan játék, ami nem szereti elidegeníteni a játékosait magától, és azt kell mondja, hogy amióta kijött a fókusz iskola, mint olyan, azon kívül, hogy oda volt írva alá, hogy, hogy work in progress, szóval bármit csinálhatnak vele, azon kívül nem igazán nyúltak hozzá, nem is adtak hozzá, és leszámítva azon egy-kettő passzív képességet, és azon konkrét két iskola, amit a többség használt ebben a játékban, semmi más nem történt ugye a fókusziskolákkal, és nagyon jó, hogy annyi fókuszpontot összegyűjtöttünk, kihúztunk el két passzívot, és azzal már igazából boldogak voltunk. Szóval, hogy őszinte legyek, Warframe létezett fókusziskolák előtt is, és utána is fog létezni, és azt kell mondjam, hogy hogy leszámítva azt a két bónuszt, amit a legtöbbet használt két iskola adott, maguk a fókusziskolák számomra is némileg halott ügynek tűntek, illetve a modulásaimat is a warphilmekre úgy csináltam, hogy ne feltétlenül kelljen a fókusziskolákra támaszkodni. Nos, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez hogy megszűnnek egy valamilyen formában, ez is ez fontos, hogy valamilyen formában megszűnnek a fókusziskolák, úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog. És végképp úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog lesz az, hogy végre magára a tenóra is kerül némi figyelem, fókusz, hogy a tenó harcossá nője ki magát, és meglátjuk, hogy milyen extra képességeket adnak a tenóknak. Mivelhogy? Ugye ez most spekuláció, ez egy olyan dolog, hogy na mit szeretnék én látni a Planes of Eldolon című történetben. Mivel, hogy attól függetlenül, hogy ezek a fókusziskolák jelenleg vannak, ettől függetlenül ez a Warframe lore történetében léteznek, mivel hogy a tenók megalkották ezen, az, ezen iskolákat, szóval ezek valamilyen úton, módon át fognak alakulni, srácok. Tehát nem az lesz, hogy megszűnnek. Tehát megeshető egyes képességeket megkapnak a tenók, és, és azáltal Fognak működni, és mások, mint ahogy mondták a Devstreamben és árkénekben um, fognak visszatérni. Szóval uh, az, er, er, erre mondtam, azt, hogy a Warframe-esek nem szeretik elüldözni a játékos bázisát, biztos vagyok benne, hogy csinálnak egy logikus átalakítást arra, hogy valamilyen úton formán visszakapd azt az Energy Overflow-t, visszakapd azt a Naramon Shadow step és ezekben a legjobb dolog, hogy ezek nem lesznek egy ilyen raid mögé bújtatva. Tehát nem, nem kell elmenni Love low Retributionra, -re, Jordas Verdikre, hanem valószínűleg ki tudod valamilyen úton módon formálni. E, e, formolni. És ugye ezt végig is mutat, mondták a devstream is, hogy árkéneket lehet majd készíteni. És én például szívesen látnám azt, hogy magában a warframe is lehetne egy árkén, akkor a helmetjében, vagy különböző testrészekben is lehetne egy árkén sziondanába vagy páncélokba és ezáltal több árkénnel felszerelve esetleg neki lehetne öm, vágni bármilyen horzban is ugye most az, hogy bejön a Plains of Eldon, és nézdve azt a gameplayt, amit um, kiraktak oda, az éjszakai mód valóban nem lesz egyszerű. Még hogyha a kis level is lesz az enemy, valószínűleg meg kell vele küzdeni. Én tényleg nagyon remélem, hogy nem odamész egy Tigris Primal és egy lövésből leszed, amit le kell szedni, mert az egy kicsit kiábrándító lenne. Tényleg úgy néz ki, hogy lesz valódi kihívás benne, sőt, amit észrevettem a Devstream alkalmában, hogy le ugye a Plains of Eldolomból a fölve, Lehetsz küldetéseket, és lesznek olyan küldetések, amelyek már uh, level 50-60-tól indulnak. Tehát helyből odamész, és az enemik level 50-60-nal kezdődnek. Szóval uh, akármit is kell majd ott csinálni le. Tehát eleve helyből egy, egy erősebb uh, kihívásba kezdesz bele. Én tudtam volna értékelni akár egy kicsit magasabb levelt is, de remélhetőleg akármi is lesz ott a küldetés, ugye? nem a szorti féle idegesítő challenge-ek lesznek ott, hanem tényleg valami nehezebb kihívás, mondjuk, mit tudom én, ami egy Void Survivor nél kezdődik a level 100-nál, vagy akármi ilyesmi, el tudok képzelni, és ami, ami a fókusziskolákat illeti, nekem van egy olyan érzésem, hogy sokat beleimplementálnak abba, hogy a tenóból uh, harcos legyen uh, tulajdonképpen, és um, és valószínűleg egyes passzív képességek azok visszatérnek valamilyen árkén formában, amit valamilyen úton módon ki fogunk fa, farmolni. Nagyon kíváncsiak, vagy, én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok a Plays of Eldalon, már tényleg itt van a nyakunkon, már alig várom, hogy belevághassak. Azt hiszem, hogy számomra, aki már elég régóta játszik a warframe ez egy, ez egy nagy esély arra, hogy ilyen új, újra éledjen, és egy ilyen friss, utat kapjon, és majdnem biztos vagyok benne azzal, hogy megváltozik, a fókusziskolák eltűnnek, és bejönnek valamilyen másik úton módon. Egy új vérfrissítés, egy új módolás, egy új felkészítés, az egy elleni újabb stratégiák fognak megszületni, tehát tényleg egy új világ nyílik meg a Warframe előtt. Továbbá nem csak egy új világ nyílik meg, hanem inkább két világ is fog létezni, és értelmet fognak kapni az a sok Warframe valahol értelmet fog kapni, szóval tegyük fel, mire gondolok itt, tegyük fel, hogy, hogy lesznek warframe a régi fajta Warframe-re, a régi pályákra, a régi küldetésekre, és lesznek Warframe-ed, amik nagyon jók az egy egydolonok kiiktatására, és egydolonon való mászkálására lesznek warframe amik a szentientek, a régi fajta szentientek, nem az egy egydolonok szentientek, tehát a, a megszokott szentientek kiírtására jobbak, és minden modulásod változni fog, és a a warframe egy változatosabb módon remélhetőleg fogja engedni használni a játék, ami azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy pozitívon mindenképp sok gránynak nézünk elébe, új nyersanyagok, új árkének, amiket ugye el kell készíteni, saját fegyvereket készíthetsz, és olyan, hogy annyira úgy tűnik, hogy, hogy annyira egy személyes tér felé lehet tolni a játékot, hogy um, úgy, úgy néz ki, hogy tényleg igazán, Izgalmasnak látszik. Legalábbis nekem, nekem úgy tűnik. Tényleg kíváncsian várom már. Ti, hogy látjátok a fókusziskola problémáját? Tetszik, hogy megszűnik, tetszik, hogy átalakul, mit vártok tőle, mire számítotok, visszakapjuk valamilyen úton-módon azokat a passzívokat, amiket most a fókusziskolák nyújtanak. Hát, és hát így általánosan ki, miért várja a Plains a Eldoland. Srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel további Warframe-ért. twitch Twitchen szoktam live, eh, live el vagy Warframe-et, illetve más játékot is, amit kértek. Addig is köszönöm a figyelmet. Sziasztok!